Idén 8. alkalommal rendezik meg hazánkban a magyar speciális filmszemlét, ami Közép-Európa egyetlen tematikus rendezvénye, a fogyatékossággal élők rendezvénye. Most az 5-ös 10 művelődési ház, ami helyszínt ad ennek a rendezvénynek, onnan jelentkezik Szabó Zsóka kolléganőnk. Idén az 5-ös 10 ad otthont a magyar speciális filmszemlének, amely középpontba állítja a fogyatékkal élőknek a sorsát. Egyébként 8. alkalommal szervezték már meg ezt a rendezvényt. A filmfesztiválnak a megálmodója is itt van velem. Gábor, hogy tekint vissza erre a 8 évre, az elindulásra, és hogy hová jutottak? Ez egy nagyon izgalmas időszak volt. Azt is el lehet mondani, hogy nem feltétlenül csak 8 év, egy kicsit több. Mert ez Zsirán, a Nyugat-Dunántúlon indult el annak idején 2009-ben egy Álmodtam egyet nevű filmes seregszemlében, aminek az volt végül is az alap célja, hogy a fogyatékossággal élő emberek, ha kamerát vesznek a kezükbe, akkor milyen alkotások születnek, vagy mi lesz abból. És akkor pillanatokat kiderült számunkra, hogy működik ez a dolog, és komoly értékek születnek, és hogy erre igény van. És akkor így éveken keresztül megrendeztük ezt, és majd később úgy éreztük, hogy mivel ez kibővült, hogy itt Budapesten a fővárosban egy központi helyen is megcsináljuk ezt a filmszemlét, amire már egy olyan szempontból integrált filmszemle volt, hogy oda már professzionális és független filmeseket is fogadtunk. Ez olyan évente olyan 80-90 filmet jelentett, és akkor még tavalyi évben kibővültünk nemzetközivé, és tavaly már ugye több mint 200 film érkezett, 50 országból, tehát egy nemzetközi, nagyon erős nemzetközi mezőnyünk volt, az idei évben is így van ez már, úgyhogy nagyon érdekes az, hogy mennyire sok film érkezik, mennyire sok kultúrából, mennyire sokféle történetet látunk, de mindenben a fogyatékossággal élőknek a tematikájában beküldött filmekkel lehet ezeket látni és tapasztalni. Úgyhogy ez egy, úgy is fogalmazott az egyik zsűritagunk, Szabó Bianka, hogy egy világkörüli utazáson vehet részt az, aki eljön erre a rendezvényre. Ugye tegnap kezdődött a rendezvénysorozat, és szekciókban történnek a filmvetítések. Honnan érkeztek egyébként a legizgalmasabb filmek, vagy legalábbis olyan értelemben izgalmasak, hogy még talán onnan nem pályáztak? Hát ilyen szempontból ami így kuriózum volt, például Kirgizisztán, vagy Új-Zéland, vagy Peru, vagy Kolumbia, tehát ezek a viszonylag hozzánk távoli országok, de nagyon erős volt az Egyesült Államoknak innen a jelenléte, tehát ők küldtek a legtöbb filmet. Anglia, és hát nyilván Magyarországról is rengeteg film érkezett. De nagyon érdekes az a sokféle kulturális érték, ami így megjelenik. És abban is speciális ez a filmfesztivál, hogy maguk az érintettek is szerepelhetnek most is, tehát ilyen jellegű alkotások is vannak? Igen, hát többnyire ilyen jellegű, tehát főleg, hogyha ők maguk csinálják a filmet, általában saját maguk szerepelnek, vagy dokumentumfilmben, akár vagy játékfilmekben is, de nyilván a róluk készített, a professzionális filmesek által készített filmek, a róluk készített filmekben is ők szerepelnek, mert ugye ez a kikötés nálunk, hogy valamilyen szinten mindenképpen kapcsolódjon ehhez a témához. És természetesen ez egy verseny, tehát nyilván van egy zsűri, hogyan történik a kiértékelés? Hát egy 6 fős zsűrink van. Igyekeztünk úgy összeállítani, hogy minden szakterületről legyenek benne, tehát így a gyógypedagógusok, filmrendezők, televíziós szakemberek, de a fogyatékossággal élő filmes alkotó is szerepel a filmben, ugye a zsűriben. Mennyire éri el egyébként a társadalmi párbeszédben a célját ez a filmfesztivál? Nekünk az a célunk, nekem is személy szerint az a célom, hogy csak kezdetektől az volt a célom, hogy egy olyan rendezvényt tudjunk megvalósítani, ami egy méltó keretet tud adni ennek a közösségnek. Mert ugye ilyen nem volt. Nem csak Magyarországon nem volt, de igazából Közép-Európában sem volt, talán Angliában van egy hasonló ilyesmi. Tehát ebben a régió abszolút nem volt az jellemző is, és úgy érzem, hogy sikerült megcsinálni, és ezt építjük, ezt próbáljuk tovább is fejleszteni. Így lesz például idén a Urania Nemzeti Filmszínházban is lesz egy zárógálánk majd decemberben. Nos, hát azt hiszem érdemes eljönni ide az 5-ös 10-be, ahol még tartanak a filmvetítések, kiegészítő programok is vannak, természetesen ma lesz egy jótékonysági koncert, illetve egy kiállítás is megtekinthető a témához kapcsolódóan.